Az 5. és 6. osztályos tanulóknak rendeztek vers és prózamondó versenyt tegnap az Ady Endre könyvtárban. A költészet hete alkalmából hétfőtől egészen péntekig különböző korcsoportos diákok verset, mesét, prózát mondanak. Sinkovics Erika azt mondja, ez már több évtizedes hagyomány a könyvtárban. Kiemelte, hogy különösebb kritérium nincs a jelentkezésnél. Csak az a lényeg, hogy örömmel mondják a gyerekek a verseket vagy a meséket. Az általános iskolások közül minden évben sokan jelentkeznek a versenyre, de a középiskolások évről évre kevesebben vannak. A zsűri minden nap más. Sinkovics Erika szerint a legjobb szakembereket sikerült felkérniük az értékelésre. Igyekszünk pártatlan zsűrit összeválogatni, de a helyi általános iskolák és középiskolák szakembereiből válogatjuk össze a zsűrit, és én úgy gondolom, hogy mindig a legjobbakat tudjuk megnyerni erre a célra, és meg is köszönöm az ő munkájukat, hiszen ők önzetlenül, egy fillér ellenszolgáltatás nélkül végzik évek óta ezt a missziót tulajdonképpen. A zsűri azt értékelte, hogy hogyan tudják tolmácsolni a gyerekek a műveket. Figyelték a pontos versmondást, a megfelelő kapcsolatfelvételt és a légkör megteremtését. Bíróné Knipfer Ágnes azt mondja, az utóbbi években egyre több általános iskolás jön a versenyre, és a szavalatok is egyre jobbak. Volt egy dekadens korszak, egy pár évvel ezelőtt, amikor kevesen jöttek a gyerekek, de most, hál' Istennek, most is, meg az iskolai fordulókon is sokan jelentkeztek, és megpróbálják ezt a képességeiket kamatoztatni. Reméljük, hogy a további években még fejlődő tendenciát mutat ez. A zsűri elnöke szerint a versmondással megszerzett készségek az élet más területén is kamatoznak. Mai világban szerintem, aki ilyennel próbálkozik, nagyon szerencsés helyzetben van, hiszen a fiataloknak nagyon sok kihívásnak kell megfelelniük. Különösen azoknak a gyerekeknek, akik a továbbiakban szeretnének tanulni, esetleg felsőfokú intézményben. Ma szerintem a kommunikáció, a kiállás, hogy valaki nagyon szépen, megnyerően, szépen, nyelvtanilag helyesen tudjon beszélni, alapkövetelmény. Bíróné Knipfer Ágnes hozzátette, hogy azok a gyerekek, akik már rutint szereztek a vers és prózamondásban, magabiztosabban, helyesebben és jobban megformálva beszélnek.